Róma egy kis pont a világ térképén. Mégis a legtöbb bibliai történelmi profécia róla szól, az ókori Rómáról, középkori jogfolytonos utódjáról és a korunkban újjáéledő hatalomról. A Bibliában vannak jövendőlések Európáról, még az amerikai Egyesült Államok végidő nagyhatalmáról is de a Rómáról szóló proféciák több mint tucatnyian azt hirdetik, hogy a világhatalom a földi történelem egyik legfontosabb kérdése. Erről szól következő sorozatunk. mint egy 50 évvel a Nabukodonozornak adott profétikus álom után Isten ugyanilyen álomban részesítette Dániel profétát is. De a jelképek mások lettek. Nem arany, ezüst, réz, vas, cserép és nem egy hatalmas nagy szobor, hanem a háborgó tengerből vadállatok jöttek ki. Oroszlán, medve, párduc, fenevad, a fenevad fején tíz szarv, aztán egy kis szarv kinő, kiöklel három szarvat, fölébüknő, nagyokat szóló szája van és rendkívül okos szemei. És a végidejéig, még Jézus el nem jön, míg a földi birodalmak el nem osztatnak, és át nem veszi helyüket egy örökké való ország, ezt a földi történelmet kell, hogy éljük vagyis Isten világhatalmak, egymás ellen acsarkodó világhatalmak formájában nyilatkoztatta ki az emberi történelmet, és ami ott a második fejezetben az arany volt, az itt az oroszlán, ami ott a második fejezetben az ezüst volt, itt a medve, ami ott a második fejezetben a réz vagy bronz volt az itt a párduc, és ezekkel azért nem foglalkozunk, mert a témánk most Róma a bibliai proféciákban. Az első három világbirodalom, Babilónia, Médó, Perzsia és a Nagy Sándori Görögország, illetve a hellenizmus államai, és ezek után feljön a történelem színpadára Róma és ezt a Rómát most mind több és több tulajdonságával mutatja be a profécia. A második fejezetben szinte csak egy dolgot láttunk kiemelni Rómáról, hogy tör, zúz, pusztít, itt is megmarad ez az alapvető tulajdonsága, test és lelki értelemben egyaránt, hogy tör, zúz és pusztít. De hadd olvassam fel itt a Dániel könyve 7. fejezetében a Rómára vonatkozó proféciából először magát a látványt, amit látott a proféta, Azután pedig, mivel rendkívüli módon érdeklődött, és nem az első, második vagy harmadik hatalom iránt érdeklődött, hanem a negyedik hatalom iránt, majd a mai előadás második részében Dániel tudakozódását is sorra vesszük, és a menny által neki adott válaszokat is meg fogjuk figyelni. Dániel könyve 7. fejezetében a 7. verstől így olvashatjuk magát az álomban szereplő cselekményt. Ezek után láttam éjszakai látásokban, és íme negyedik állat, rettenetes és iszonyú, és rendkívül erős, nagy vasfogai voltak, faltéz, zúzott, és a maradékot lábaival összetaposta, és ez különbözött mindazoktól az állatoktól, melyek előtte voltak, és tíz szarva volt néki. Mi a szarvakat szemléltem, íme másik kicsiny szarv növekedett ki azok között, és három az előbbi szarva közül kiszakasztatott ő előtte, és íme ember szemekhez hasonló szemek voltak abban, és nagyokat szóló száj. Itt ez az álombeli történés egy pillanatra megszakad, egy mennyei jelenet veszi majd kezdetét, de utána tovább folytatódik, de én tiszteletben tartom, hogy itt megszakad, és ezt a két verszakot szeretném röviden magyarázni. Mert ahogy ez a negyedik állat elébünk jön, ugyanazt látjuk az első meghatározásaiban, mint a második fejezetben is, mert azt olvastuk, hogy rettenetes, iszonyú, rendkívül erős, nagy vasfogai voltak, visszatér a vas, tehát a második fejezetből, falt zúzott. Tehát ugyanaz a pusztítás, rombolás külső politikai tekintetben, de belső lelki szellemi tekintetben is. Most jön az első komoly hozzáadás a második fejezethez képest tudnék, amikor elkezdi sorolni, hogy falt zúzott, azután azt illeszti, hogy a maradékot lávaival összetaposta. Tehát különösképpen a maradék ellen folyik a küzdelem. A maradék, a Szent Maradék Ézsajás próféta könyvétől bibliai szakkifejezés. A Bibliában a maradék kifejezés azt jelenti, hogy Istennek mindig van egy látható egyháza. A történelemben mindig fent tud tartani az Úr egy látható közösséget, amely, hogy Pálapostól mondja, az igazság oszlopa és erőssége, amelyről Jézus Krisztus azt mondja, hogy nem a létszáma a döntő, hiszen a ketten-hárman egybe az én nevemben, én már köztetek vagyok, és máskor is kicsi nyájnak nevezi, és azt fűzi hozzá, hogy te ugyan kicsi nyáj vagy, de tetszett az atyának, hogy néktek adja az országot. Tehát a látható egyházon belül is van még egy maradék, mert a látható egyház minden tagja sajnos nem igazán megtért, nem igazán hívő tagja annak az egyháznak. Tehát a maradék az Isten szemében, a legigazabb, leghűségesebb hívő embereknek a jelképe, vagy metonimikus kifejezése a Bibliában. És Rómának a célpontja mindig a maradék. Tehát Róma nem mással foglalkozik akkor, amikor pusztít és rombol, és amikor falézúz, zúz, a célpontja a maradék, őket akarja eltüntetni a föld színéről. Nyilván kiviláglik a nagy mester, aki a háttérben van, de mivel a Biblia részenként tárja fel az igazságot, folyamatos az igazság feltárása a Biblia 66 könyvében, csak a mondjuk a jelenések könyvében értjük majd meg ezt, a 12. fejezettől fogva, hogy sátán adja neki erejét és nagy hatalmát. Ez éppen a 13. fejezetben hangzik el. Tehát még a jelenések könyvében is folyamatos a feltárás, mert már a második fejezetben olvashatunk a pergámum és a tiatíra időszakában Rómának a világhatalmi fellépéséről, mármint az egyházi Rómának a politikai erővel, a legerősebb erővel, a római császársággal való szövetségéről, és utána nyilván a pápasság erősebb lesz, mint a császárság, a császári Róma meg is bukik, és a, a pápai Róma viszont hosszú időkön keresztül befolyásolja Európa is, ezáltal az egész világ történelmét, de szélpontja mindig a maradék. A maradékot üldözi leginkább. A maradékra mondja ki, hogy szakadár, hogy hitehagyó, hogy szektás, különböző megbélyegző kifejezésekkel illeti ezt a maradékot, és pontosan tudjuk azonosítani ez a maradék az államegyházzá válás időszakától, tehát a negyedik századtól fogva már számunkra látható maradék, ez a valdensek, a lollardok, a viklifiták, a husziták, a reformátorok, és utána az utóreformációs mozgalmaknak az egyháza. És amikor látja Dániel, hogy, hogy a maradék ellen folyik a küzdelem, és látja azt, hogy ez a negyedik vadállat, a fenevad két részre oszlik, miként a második fejezetben is a két lábszár után jött a tíz lábúj. Itt is a fenevadnak a fejéből tíz szarvnőki, tehát ami ott a tíz lábúj, az itt a tíz szarv. A tíz szarv nyilván ugyanúgy az európai államok jelképe, mint ahogy a második fejezetben a tíz lábúj is a a Róma örökét továbbvivő és az ázsiai kultúrát hozó európai államoknak a jelképe, de itt eh, ahhoz képest, hogy ott tíz lábúj van, itt tíz szar van, egy újabb jelentékeny elemmel bővül ez az álom, ez a mennyei kijelentés. Tudnék a kis szarval. És ez a kis szarv nem csak itt a hetedik fejezetben jut döntő jelentőségűre, hanem a nyolcadik fejezeden már csak a tíz szarv jelképezi Rómának azt a hatalmát, ami jelző, hogy kicsiből nő ki, tehát az ókori Róma is kicsiből nőtt ki, hiszen a hellenizmus elgyengülése után nem lehetett tudni, hogy ki lesz a világnak a vezetője. Mint ahogy a nyugatrómai birodalom bukása után is a pápaság, mint kis szarv nő ki, és fokozatosan lesz erős, és ebben a kis szarban az a két nagyon furcsa jellegzetesség, hiszen egy szarvnak se szeme nincs, se szája nincs, ez is, ez a jelkép is mutatja, hogy itt egy különleges erőről van szó, egyszerre politikai erő, mert a szarva az erő a hatalom jelképe a Bibliában, de egyszerre szellemi lelki erő is, hiszen az, hogy okos szemei vannak, hogy jól gondolkodik a jövőt, jól tudja előre kiszámítani, sátán adja erejét és nagy hatalmát, és nagyon ügyes retorikával tudja térdre kényszeríteni az Európa és aztán majd általuk vagy rajtuk kívül is az egész világ nemzeteit, mind a mai napig. Ezután a látomás egy pillanatra megszakad. És mennyei látomás veszi a kezdetét a hatodik és illetve a 9. és 10. versben. Tehát a hetedik nyolcadik vers után a kilencedik és tizedik vers, egy mennyei látomást állít elénk, aminek a jelentőségéről most nem tudok beszélni, csak annyit mondok el, hogy a mennyben már elkezdődik az ítélet, ez az ítéletnek, az ítélet első szakaszának első bibliai bemutatása, látomásszerű bemutatása, miközben már a mennyben elkezdődik az ítélet, aközben a földön töretlenül folyik a kis szarvnak a, a hadakozása a maradék ellen, és egyáltalán a világ birtokba vételére tett kísérlete és miután ez a mennyei látomás legördül, a 11. és 12. versekben ezt olvassuk, néztem akkor a nagyzó beszédek hangja miatt, melyeket a szarv szólt, néztem, míg megöletett az az állat, és az ő teste elveszett és tűzbe vettetett megégetésre. A többi állatoktól is elvétetett az ő hatalmuk, de ideig, óráig tartó életadatot nékik. Tehát itt a negyedik hatalomról, tehát a fenevadról, vagy vadállatról, a tízszarról, és főleg a kiszarról folytatódó látomás, arra helyezi a hangsúlyt, hogy a nagyzó beszédekkel szinte az egész Föld kerekségét térdre kényszeríti. Olyanokat mond a Föld lakosainak, hogy meg fogja menteni az egész Földet. A Föld rettenetes állapotba kerül, ökológiai katasztrófa fenyeget, társadalmi problémák súlyosbodnak, és se szeri, se száma nincs a, 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 világ válság tüneteinek, de fellép majd ez a kis szarv, és a nagyzó beszédekkel azt ígéri, hogy ő, és csak is ő, ha az ő kezébe adják a földet, ő képes megmenteni a, az egész világot. Persze, hogy Dániel proféta, aki Előttünk 2600 évvel élt, és nem, nem volt áttekintése arról, amiről nekünk már van áttekintésünk, de még így is megrendült. Annyira megrendült, hogy szinte eszméletlen állapotba került nem először fog majd ilyen állapotba kerülni egyébként, de ez is mutatja, hogy Isten mennyi proféciát és milyen súlyosságban hozhat egy ember tudomására, mert, mert az emberért és az emberiségért felelősséget vállaló ember, egy profét, aki nem csak a zsidó nép terhét hordozta magán, hanem szinte az egész emberi sorsot, az emberi létezést átfogta tekintetével, szinte alig bírta ki ezt az álmot. Ez nagyon érdekes álom, mert szinte olyan látomásban megy át, hiszen az álomban az ember eléggé tehetetlen, vagyis hát passzív, itt viszont a proféta mennyei lényektől kérdez, nem rejtévék alá csodálkozását, és am amikor azt olvassuk a... 19. versben, hogy akkor bizonyosat kívántam tudni a negyedik állat felől, mely különbözött mindamazoktól, és rendkívül rettenetes volt, vasfoga és érszkörmei voltak, falt és zúzott, és a maradékot lábaival összetaposta, és a tíz szar felől is, melyek a fején voltak, és afelől mely utóbb növekedett, és három eset ki előtte, és ennek a szarnak szemei voltak, és nagyokat szóló szája, termete is nagyobb a társainál. Láttam, hogy ez a szarv hadakozott a szentek ellen, és legyőzte őket, íme ismét a maradék, meg amit ő megértett, hogy itt igazán Istennek odaszánt emberek ellen folyik a küzdelme, míg nem eljött az öregkorú, az örökkévaló Isten, és ítélő, ítélet adatott a magasságos egek szent és az idő eljött, és elvették az országot, és a, a szentek, és akkor így szólt ez a mennyei küldött, a negyedik állat negyedik ország lesz-e földön, mely külön lesz minden országnál és megeszi az egész földet, és eltapossa és szétszúzza azt, szinte reférénszerűen, most már harmadszor olvassuk Rómáról, egyszer a második fejezetben, itt már kétszer a hetedik fejezetben, hogy a lényege a pusztítás. Tehát fölvillan a nagy ihletőnek a képe. Fölvillan a pusztítónak a képe. Aki adja majd neki erejét és nagy hatalmát, ahogy ismét idézem, Jelenések könyve 13. fejezetét, hogy a sárkány adja, tehát maga az ördög, maga sátán adja neki erejét és nagy hatalmát, tehát Róma kiválasztott eszköz sátán kezében. Úgy, hogy a 18. században, és főleg Herder hangsúlyozta, nem bibliát olvasó, vagy nem mélyen hívő emberek voltak, egyszerűen csak gondolkodó emberek, hogy Róma, mint az emberiség démona, mondták ők mintha a démoni világ szakadt volna rá az emberi történelemre, amikor Rómát mai szóval legyártotta. Hát ez a legyártás azért évszázadokba került, ezért is hangsúlyozza itt is sokszor a profécia, hogy minden eddigi hatalomnál erősebb volt. Tehát itt nem arról van szó, hogy a negyedik hatalom egy a négy közül, majd ezt is jelenése könyve 13. fejezete szerint fogjuk megérteni, hogy az összes eddigi hatalom elnyomó eszközeit fölhasználja, magába olvasztja, tehát egy félelmetes a világtörténelemben páratlan hatalomról van itt szó, amikor Ró Rómáról beszélünk. És itt következik az az öt jellegzetes kijelentés, amit azonosítva Pontosan látjuk, hogy mi is ennek a Rómának a lényege. A Tíz Szarv pedig ez. Ebből az országból Tíz király támad, és más támad utánuk, és az különb lesz mind az előbbiek, és Három királyt fog megalázni. Tehát a Tíz Szarv az Európai Államoknak a jelképe. Az Európai Államok közül Három Szarvat kiszakítva, kijön az a bizonyos kis szarv. Méghozzá a három szarv megalázása által. Erről külön előadást tartottam, a Dániel könyve, hogy bennem élt című sorozatban, csak erről az egyetlen egy dologról, hogy mi ez a három király megalázása. De ha nem megyünk bele történelmi részletekbe, akkor is láthatjuk, hogy nagyon súlyos dolog. Az a kis szar szinte semmiből nő ki, de hogy növekszik, növekszik, olyan ereje lesz, hogy nem csak úgy félrettól a az útból három más hatalmat, hanem megalázva tól félre. Nos, hát az első jellegzetessége Rómának, és most már nyilvánvaló, hogy itt nem az ókori Rómáról van szó, mert az ókori Róma benne van a Fenevad testében. Amikor kinő az ókori Róma bukása után a az európai államok jelképeként az a tíz szarv, és abból a kis szarv, ez már csak az egyházi Róma lehet. Noha majd a nyolcadik fejezet még visszatér erre a jellegzetességre, és bizonyos értemben összekapcsolja az ókori Rómát és a középkori és a mai Rómát azzal, hogy mind a kettő olyan kicsiből és olyan alattomosan növekszik, és, és csinálja a történelmi praktikáit. Minden esetre az első dolog, hogy a hatalmát abban mutatja meg, hogy mindig a legerősebb politikai hatalmat, a legerősebb államhatalmat kéri segítségül, és így ő, mint lelki-szellemi hatalom, mindig érezheti maga mellett a legerősebb világi hatalom szövetségét, és ilyen módon képzelheti magát az egész föld urának. Mint hogy a középkorban annak is képzelte magát a pápaság, a pápaság és császárság, a pápaság és a nemzeti királyok küzdelmeiből általában mindig a pápasság került ki győztesen, illetve az ő akarata ö, ö, nyitott utat annak, hogy a történelem arra haladjon, Amere aztán később haladt. Tehát az első dolog, hogy a középkori rómának a jellegzetessége az állam és az egyház összefonódása, és ilyen módon a teljes hatalom birtoklása az egész föld fölött. De folytatódik tovább. Három királyt fog megalázni, és a 25. vers így folytatja, és sokat szól a felséges ellen. A sokat szól a felséges ellen, így is fordítható, hogy úgy szól ellene, hogy a helyébe áll. Sokat szól a felséges helyett. Ez is igaz és méltó fordítás. Vagyis Róma nem csak a föld ura akar lenni, hanem a felséges, az Isten által küldött legfőbb követ, magának a megváltónak, Jézus Krisztusnak is a legnagyobb ellenlábasa, pedig úgy, hogy helyébe állva azt tanítja, amit Jézus soha nem tanítod, de Jézus tekintélyét magának követelve el tudja hitetni a népekkel, hogy ő Jézusnak a leghívebb földi követel, sőt, helytartója, őt bízta meg Jézus azzal, hogy miután a mennybe ment a földön Krisztus ügyeit intézze. Tudja, aki ismeri a Bibliát, tudhatja jól, hogy isteni szemét emberi személy vagy emberi intézmény nem helyettesített. Soha nem helyettesítetett, és ma sem helyettesíthet. Azt is jól tudja a bibliaolvasó ember, hogyha Jézus Krisztus helyettesíteni kell, mert valóban elment a mennybe, a feltámadása után a 40 napig még tanította a tanítványait, és utána a mennybe szállt, de utolsó beszédeiben nyilvánvalóan kinevezte a szentelket, mint, mint helyettesét. Más vigasztalót küldök nektek, hogy olvassuk János Evangélium a búcsú beszédeiben. Ez a hatalom viszont kisajátítja magának, tehát a középkori Róma, az egyházi Róma, hogy ő Jézus helytartója, ő Jézus helyettese. Ha valaki ő tekint, akkor ugyanolyan ö, tekinté előtt kell, hogy leboruljon, mintha Jézus jönne erre a földre. A pápa a köztünk élő Krisztus szokták mondani. A pápai hatalom az, az olyan hatalmas, olyan megfoghatatlan. Egyszer összegyűjtötte Bánk József, Váci érsek azt, hogy mit is lehet elmondani a papi, a püspöki és a pápai hatalomról, és van az idézetei közül egy, amely azt tartalmaz, hogy tulajdonképpen nagyobb a hatalma, mint Istené, mert Isten például azt a hatalmat, amit ő nem gyakorol, azt a földi követeinek ad, hogy a földi követei gyakorolják, például, hogyha egy tárgyra rámond konszekráló igéket, az a tárgy majd Jézus valóságos testévé változik. Hát ilyen hatalmat nem látunk Isten részéről gyakorolni a történelm során, hogy egy tárgyat istenséggé változtat. Ezt a hatalmat is megkapja ez a hatalom sokat szól a felséges ellen, sok-sok tanítását eltorzítja, olyan szellemkép mellé állít tanításokat, csak egy kis elmozdítással, de tudjuk, hogy sokszor egy paraszthajszál az életet jelenti, és olyan tanításokat vedd be a gyakorlatban, ami, amelyek nagyon hasonlítanak Isten beszédeire, de mégsem azok. Megint csak a nagy ihlető kép áll előttünk, aki Jézust is megkísértette a Bibliával is. Jézusnak is azt mondta, hogy hát ha megvan írva, hogy az első kísértést Mózes 5. könyvével győzted le, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely Istennek szájából származik, hát akkor az is megvan írva, hogy ő az angyalnak parancsol felül Itt van a 91. Zsoltár, tessék, ennek szellemében kérem, hogy ugorjál le erről a magas he helyről, és Jézus csátán is az igével kísértette. Tehát azért, mert a Bibliára hivatkozik valaki, vagy a Bibliát így és így magyarázza, az nem biztos, hogy a Biblia szellemét híven adja át, hiszen a legnagyobb csalás éppen itt képzelhető el, ha nem frontálisan támadják Isten igéjét, hanem Isten helyébe állva, Isteni tekintéllyel magát felruházva, tanít valami hasonlót ahhoz, ami a Bibliában van, de mégsem ugyanaz. A harmadik dolog is a 25. versben található: a Magasságos Egek Szentjeit megrontja. Itt ismét a maradékra tér át. Ugye Jézus azonosította magát a földi követőivel. Aki titeket bánt, az én szemem fényét bántja, olvassuk már Zakariás profét a könyvében. De Pálnak is azt mondta a Damaszkuszi úton, hogy miért kergetsz engem? Tehát a, a a damaszkuszi keresztényeket Jézus azokkal azonosult. Jézus többször használt ezt a szófordulatot, hogy elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé. Hogyha ő a juhok pásztora, és ő a legfőbb jó bárány, és a, a követőire is ezt a jelképet használja, akkor a sokat szól a felséges után csak ez jöhet hogy a Krisztus elleni támadásokat nem csak azzal folytatja ez a hatalom, hogy megmásítja Krisztus tanításait, eltorzítja, hanem hogy a követőit gátlástalanul kegyetlenül üldözi, így, hogy mondja a 25. vers, hogy a magasságos egek szentjeit megrontja, tehát el akarja tüntetni a föld színéről, mert sátánnak elfogadhatatlan az, hogy Krisztushoz igazán ragaszkodó emberek élnek ezen a világon, és ezért ki tudott fejleszteni egy olyan hatalmat, ami Krisztus nevében, tehát óriási elhitető erővel lép fel, és akiket szakadárotnak, a tereknek tart, és szektár és más egyéb megbélyegző szóval illeti őket, a világ nagy része átveszi ezt a szóhasználatot, és hisz neki. És mindjárt jön a, a negyedik kijelentés. Véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt. Hogyan is halad előre ez a hatalom, most már nem csak a kereszténység megrontására, az egész világ megrontására, az Isten által adott idői kielentéseket, idői törvényeket, egyáltalán az Isten törvényeit megrontja, vagyis a maga törvényeit állítja be úgy, mint Isteni törvényeket, a maga önző törvényeit akarja úgy feltüntetni, mint a, az önzetlen, szeretetteljes Isten törvényeit, a tíz parancsolat, ha csak a tíz parancsolatot veszük, mint mindenki által ismert isteni törvényt, ott három részt rontott meg a római egyháza középkor folyamán. A második parancsolatot nagyon gyorsan törölte, abban az ütemben, hogy átvett más vallásoktól, felekezetektől különböző képek, szobrok, kegytárgyak imádását a második parancsolatnak nem volt helye ezután a tíz parancsolat rendelkezései között. Ezért aztán lejött a számozás, és a második parancsolat helyébe lépett a harmadik, a harmadik helyébe a negyedik, hát így kilenc parancsolat maradt, a kilencediket félbe kellett vágni, hogy meglegyen a tíz parancsolat. Ezért látjuk a Középkori egyház tanításában, hogy kétnek kívánt parancsolat van, ami hát elfogadhatatlan és, és a logikát nélkülöző kijelentés. De nem csak a második parancsolatnak rontott neki és törölte, a legfájóbb a negyedik parancsolatnak az átszövegezése és a katekizmus oktatásokban lerövidítése, hogy az Úr napját megszenteljed, és az Úr napjának a vasárnapot állították be, a megszentelést pedig egészen földi, világias értelemben gondolták el, ahelyett, hogy az Úr napja a 10. parancsolat, negyedik parancsolatában a heti nyugalomnap a szombat maradt volna, 321-ben Nagy Konstantin császár ezt a rendeletet hozta, hogy a római birodalomban egyetlen egy ünnepnap van, ez Mitrász Isten vasárnapja, és a szombatot abba érti bele, és abba tolja bele, ez rendkívül fontos változásokat eredményezett mind a mai napig, hiszen felborította az ember időérzékelését, felborította az emberi munka és megpihenés egészséges viszonyát, felborította azt is, hogy hogyan imádjuk az Isten, mint teremtőt, hiszen itt nevezi meg magát Isten teremtőnek a negyedik parancsadban, felborítja azt, hogy visszaemlékezzünk arra, hogy Isten nem azért teremtett hat napon át, mert ne tudott volna egy szempillantát, Megteremteni, De példát adott nekünk, hogy hat napon át munkálkodjál, végez minden dolgodat, de a hetedik nap az Úrnak, a Te Istenednek szombatja. Tehát tulajdonképpen ennek a parancsolatnak az eltorzítása felmérhetetlen következményekkel járt. Ebben a parancsolatban van benne az, hogy hat napon át munkálkodjál és végez minden dolgodat. Természetesen ezt is törölték, hiszen az ókori rabszolgasság helyébe lépő hűbér uraság, majd a nyomába lépő kapitalizmus uh, tulajdonképpen ugyanolyan rabszolgákat engedett meg mind a mai napig, mint az ókori rabszolgatartó társadalom, és a munkának azt a becsületét, amit Isten a negyedik parancsattal szabályozott, teljesen elvette, és henyélő, dolgukat nem végző emberek részesültek óriási javakban, és ahogy eljön a kapitalizmus időszaka, még Arany János is azt mondja a híres versében, a gondolatuk a Béke kongresszus felőlben, hogy mikor munka és vagyon egymástól messzi és s a tökére vit csalást mondhatni rendszeresnek, nos hát ez a mi korunk. A munka és vagyon most is egymástól messzi és a tökére vitt csalást mondhatni rendszeresnek, a negyedik parancsat megrontása következtében és a harmadik döntő beavatkozás, hogy említettem, a kilencedik parancsat kettévágása volt. Véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt. Milyen érdekes ez a véli kifejezés, mert Isten törvényét meg lehet változtatni. Isten törvényét meg lehet változtatni, hogyha egy hatalom megváltoztatja, de az kinek válik a javára? Isten törvényei nem olyan törvények, mint az emberi törvények, hogy sokat kelljen őket változtatni. Isten törvényei szilárdak, Isten törvényei mindig a szeretetnek, a békességnek, a növekedésnek a törvényei. Aki ezeket megváltoztatja, az valóban a pusztító, az valóban a törvény taposó, ahogy majd később Rómáról olvassuk a tesszalonikai második levél második fejezetében, ott törvény taposó, a törvénytelenség emberének nevezi majd Rómát Pálapostól. Nyilván a Dániel könyve hetedik fejezet tanulságai nyomán és alapján de egy ötödik kijelentés is van itt. Az első kijelentés, hogy három királyt fog megalázni, a másik, hogy sokat szól a felséges ellen vagy, vagy hely, hely, helyette, helyébe állva. A harmadik az, hogy a magasságos egek szentjeit megrontja. A negyedik, hogy véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt, és az ötödik, amit így olvashatunk a 25. vers végén, és az ő kezébe adatnak ideig, időkig és fél időig de ítélők ülnek le, és az ő hatalmát elveszik, hogy megrontassék, és végleg elvesszen. Azért olvasom a befejezést is, hogy ennyi súlyos dolog után legyen valami reménységünk, hogy ez itt a földi történelem végé ki fog tartani. Rómának ez a hatalma, de egyszer ennek vége lesz. És úgy lesz vége, hogy a jelenések könyvében a 20. fejezet már azt mondja, hogy ez a ferevad és a hamis proféta, és minden álság, hazugság, gonoszság vettetik a tűzésként kénkő tavába, ami a második halál. Sem emberek, sem intézmények nem élik túl azt a rettenetes sok pusztítást, amit okoztak ezen a földön. Jézus második eljövetelével vége szakad, és az ezer éves ítélet után mindenki megkapja a méltó büntetését. Az ötödik kijelentés is rendkívül fontos, mert sokszor Isten matematikai pontossággal tudomásunkra hoz valamit. Mert a matematika a legcáfolhatatlanabb dolog ezen a világon. A kétszer-kettő, hogy szoktuk mondani, mindig négy. Persze tudom, hogy szoktak arról beszélni, hogy háromnak meg ötnek is ki akarják hozni, de a kétszer-kettő azért makacsul mindig négy itt is idői kijelentést ad, hogy ennek a hatalomnak, tehát az egyházi Rómának, a pápai Rómának, mennyi ideig lesz teljhatalma az emberi történelemben. Ideig, időkig, félidőig. Mivel a babiloni udvarban szolgál Dániel próféta és a babiloni időszámítása kettes számrendszeren alapul, és a nyelv is tükrözi ezt, hogy beszélnek egyről, kettőről, és a kettő után a sokat ö, úgy állítják össze, hogy ennek összeadásaként, szorzataként kijön. Persze vannak tört számok is, mint a fél. Ezért azt mondja, a legújabb katolikus fordítás már így fordítja, hogy a kezébe adatnak egy évig, két évig, fél évig. A mi fordításunk ideig, időkig, fél időig. Ő Szó szerint lefordította, de valóban helyes így mondani, hogy egy évig, két évig, fél évig. Az egy meg kettő az három, a fél az három és fél. Három és fél év, a Biblia az éveket mindig 360 napos napokban számítja, hiszen jelképesen kerekítve, tehát most ne gondoljunk itt a Julius Cézári vagy a későbbi naptár reformokra, mert azok pontosan kiszámolva adják ki a mai 365 nap és négy évenként 366 napos évet, de a Bibliában a 12 hónap pot, ami, ami tulajdonképpen 4-5 évenként összehozott bizonyos különbségeket a 360 és a 365 és 60 között, azt mindig kipótolták, volt második adár hónap, hogy Eszter könyvéből is láthatjuk. Tehát tulajdonképpen a Bibliában az évek azok 360 napos évek mivel azonban ezékel könyve negyedik fejezet hatodik verse azt mondja, hogy egy-egy napot egy-egy évnek számítottam néked, a profétikus kijelentésekben a napok éveket jelentenek, így az egy év, a két év, a három év és fél év, ha ezt összeadjuk, hogy 360, 720, 180, ez 1260 napot, és értelemszerűen 1260 évet fog kihozni. Vagyis itt, aki olvassa, értse meg, mert ez hétszer van benne a Bibliában. Tehát ez az idői kijelentés. Ilyen formában, vagy 42 hónap formában, vagy kimondottan 1260 nap formában, tehát három nyelvi megjelöléssel, hét alkalommal van benne a Bibliában, Kétszer van benne Dániel könyvében, és ötször a jelenések könyvében. Én azt gondolom, hogy a, ahogy szokták mondani, az íre a pontot, ezt teszi föl. Aki nem tudná azonosítani ezt a hatalmat, aki három királyt aláz meg, aki sokat szól a felséges ellen vagy, vagy helyett, aki a magasságos egek szentjeit megrontja, aki véli, hogy megváltoztatja az időt és a törvényt, ha valaki ez alapján nem tudná azonosítani, Isten akkor azt mondja, és ez nem egyedüli hely itt a Bibliában, jelenések könyve 13. fejezetében is, ugyancsak ezzel a hatalommal kapcsolatban olvashatjuk a híres 666 kijelentést, mert ha nem tudná valaki a jelenések könyve 13. fejezetében a vízből feljövő fenevadat, aztán a tengerből feljövő fenevadat azonosítani, akkor a fejezet végén Jézus azt mondja, itt van a bölcsesség, akinek értelme van, az adja össze a fenevad számát, mert emberi szám, és annak száma 666. Amikor a Biblia valamit úgy akar számunkra, földi halandók számára megfogalmazni, hogy mi azt ne vitassuk, mert ez most vagy igaz, vagy nem. Ha nem igaz, akkor nem kell vele foglalkozni. Ha viszont igaz, ez annyira igaz, mint a matematikában, a számok világában az, hogyha valami szám összeadása, szorzata ennyi és ennyi, az se kevesebb, se több nem lehet, az, az annyi. A kérdés itt csak az, hogy mitől számítsuk ezt az 1260 évet, és hol van ennek a kezdőidőpontja, és hol van ennek a végpontja. Itt is rendkívül egyszerű a bibliai kijelentés. A Biblia kezdő időpontnak azt tünteti fel, amikor az akkor legerősebb világi hatalom adja a pápaságnak a tejhatalmat, és a lejártának az ideje az, amikor az akkor legerősebb világi hatalom visszaveszi tőle a tejhatalmat. Ennek csak két történelmi évszám felel meg. A kelet-római birodalom, amely tehát Bizánc központtal, ugye a későbbi Konstantinápoly, ma Isztambul központtal még létezik, ugye az 1400-as évek közepéig létezik, ez a Kelet-római császárság, mint a világnak akkori ura, adja a hatalmat Róma püspökének, Róma első patríciusának. Ilyen szímei vannak ebben az időszakban a pápának, ugye a pápa név az később a 8. század tájékán foglalódik le Róma püspökére, hiszen pápának nevezi magát Alexandria püspöke, pápának nevezi magát Antiókiának a, vezetője, pápának nevezi magát a bizánci előjáró is. A pápaság ezt a címet, ami egy familiáris cím, ugye a papa szóból származik, tehát az atya, atyuska, ugye a szláv népek mondják, ez csak későbbi lefoglalása. Ebben az időpontban, tehát ebben a században, a korai századokban ez a név nem általános még. 538, a 6. század első harmada, amikor a bizánci császár felszabadítja Rómát a népvándorláskor egyik nép nyomása alól, és ráruházza, ahogy akkor nevezték, a Pars Occidentalis, vagyis a nyugati részek, vagyis Európa fölötti hatalmat. Tehát a legerősebb hatalom a bizánci császárság adja neki a hatalmat, a tejhatalmat, amit aztán majd később a három király megalázásával, Nagy Károly császárá koronázásával, 800-ban, később majd 7. Gergely III. kényszer színrelépésével, és lehetne folytatni tovább a sor, sorozatát azoknak, akik a pápaságot világhatalommá tették, de bennünket itt csak a végső időpont érdekel, mert hogyha 538-hoz hozzáadjuk az 1260-at, akkor 1798-hoz jutunk. Tehát 538 meg 1260 az 1798, amikor megint ugyanezt az elvet kövessük, az akkor legerősebb európai hatalom, a francia köztársaság csapatai bevonulnak Rómába, és megfosztják a pápát attól a hatalomtól, amit az egész középkoron átgyakorolt és élvezett. 538 és 1798 nem kis idő. Talán, ha valaki búvárkodik a történetben, azt mondhatja, hogy talán a kínai császárok ideje volt ennyire hosszadalmas, egy-egy dinasztia se bírt ki ennyit, de ilyen hosszú ideig, közel 13 évszázadig ez a hatalom azt csinált az emberiséggel, amit akart. Testileg és lelkileg. Mert ha valaki nem egyezett vele, és a vele szövetséges legerősebb politikai hatalommal annak az embernek vagy népcsoportnak jaj volt. Ha valaki nem fogadta el bármely tanítását, azt eretneknek nyilvánították, és amikor a kellő eszközöket kifejlesztették, ugye a 12. 13. századtól fogva, amely idők egybeestek a keresztes hadjáratokkal, az európai népeknek a, a letelepedésének végső megszilárdulásával, de fellépett akkor az inkvizíció is, és bizony az inkvizíció az 1830-as évekig olasz és spanyolországban még dühöngött, és senki nem védi meg a világot egy újabb inkvizíciótól, hogyha az államot és az egyházat újra olyan szoros szövetségbe hozzák össze, mint amely a tejhatalmat biztosította, a római pápáknak a középkor során nem rövid ideig, 13 évszázadig. És Isten igéje jónak látta ezt kinyilatkoztatni hét alkalommal. Ha valami matematika mondtuk az előbb, akkor az biztos, de hogy hétszeresen megerősítve biztos, én nem tudom, hogy hogy nem lehet ezt látni, hogy nem lehet ebben világosan tájékozódni, és hogy nem lehet ezt képviselni? Mert ha Isten igéje ezt ilyen világosan tanítja, akkor ma bármit mondhatnak arról a hatalomról, hogy megváltozott, hogy a modern időköz most már alkalmazkodik, hogy most már nem uralkodó, hanem szolgáló primátus akar lenni az emberek mondhatnak bármit, nyilván a sokszor a hitetés céljából, de amit Isten igéje kimond, az akkor is valóság, hogyha a szemünkkel esetleg talán mást látnánk. Azt szokták mondani, hogy a római pápaság utóbbi évtizedei létrehozták a média pápákat. Ez igazában második János Pállal kezdődött, a mostani pápára, Ferenc pápára is igaz, hogy a látványos kijelentések, a látványos cselekedetek, a sok-sok látogatás, a mindenütt kifejezett szeretetés, békesség, óhajtás, mint egy a pápát a világ méltóbb szereplőjévé teszi és így beszél erről nem csak az egyházi sajtó, vagy a protestáns sajtó, de a világi sajtó is. Szinte mindenki. Szemünk láttára teljesedik be a jelenése könyve 13. fejezete, hogy csodálván az egész föld követi a fenevadat. De ez már Dániel könyve 7. fejezetéből is látható, azzal a hozzátétellel, hogy egyszer minden rossznak vége lesz. És ítélőkülnek, hogy az ő hatalmát elveszik, hogy megrontassék és végleg elvesszen. Az ország pedig és a hatalom és az egész ég alatt levő országok nagysága átadatik a magasságos egek szentjei népének. Az ő országa örökkévaló ország és minden hatalmasság néki szolgál és engedelmeskedik nincs messze már az idő, amikor ezek a kijelentések be fognak teljesedni. Vége szakad a hazugság és gonoszság több évezredes folyamának, de még az utolsó verset is hadd olvassam fel Dániel könyve 7. fejezetéből, itt végelőn a beszédnek. Engemet Dánielt pedig az én gondolataim igen megrettentettek, és az én ábrázatom elváltozott rajtam, de beszédeket megtartottam szívemben. Azért olvasom fel ezt a záradékot, mert ezt kívánhatjuk mindannyiunknak is. Ezek megrettentő, iszonyatos kijelentések az emberi történelemben érvényesülő hazugság-gonosság váltójátékairól. De jó, hogyha mi is a szívünkben megőrizzük, és ami a jövőben bekövetkezik, nem a magunk értelmével és szemével e, látjuk majd ezeket, hanem isteni értelemmel, és Istennek számunkra kölcsönzött világosságával. Ezeknek a súlyos és megrettentő proféciáknak a hallatán, amelyet nem sokszor olvasnak fel keresztény közösségekben sem, keresztény istentiszteletek során sem, de benne van a Bibliában. Jézus innen a második és a hetedik fejezetből veszi azokat a kijelentéseket, mint Isten országa, mint emberfia. Vagy ezekre a, a fejezetekre hivatkozva, mondja Máté Evangélium a 24. fejezet 15. versé, hogy aki olvassa, értse meg, én mindenkinek csak azt tudom ajánlani, aki most valamit megértett belőle, vagy keveset, vagy már többet, hogy mindent meg fogunk érteni, ami szükséges a földi életünk folyamán, ha megtartjuk ezeket a beszédeket a szívünkben.